Köszöntök mindenkit egy újabb videóban, megint unboxing lesz, és nem más, mint egy alaplap, memória, SSD, proci, és egy ház. Kezdjük is az alaplappal, mivel anyagkör semmi sincs. Próbálok úgy állni, hogy ne árnyékoljak semmit, ezért ezt így el is fordítom az asztalt. Na szóval. Az alaplap nem más lett, mint egy ASRock H81M VG4. Igen, kapjatok a fejetekhez, ez egy olcsó alaplap, 1150-en. De a lényeg az, hogy jól műegy, ami proci lesz mellette, bőven elég lesz neki. Tehát fent elég dizájnos maga a doboz. Az oldalán írnak bizonyos specifikációkat. A fent égő nagyon bezavar. Tehát ATX, socket 1150, két slotton DDR3, 1600 MHz-en, egy PCI Express 16-szoros slot, egy rendes PCI 5.1-es hang, jó lenne a fókuszálni is a telefon, mindegy, higgyétek el nekem, 5.1-es HD audio, gigabit LAN, ami fontos, két SATA 3, két SATA 2, két USB 3, 8 USB 2, a széria még nem számít, másik oldalán, hát szinte ugyanaz, és hogy hol gyártották, California, America only. A másik oldalán leírás angolul, hát magyarul nincs, hát oldalán pedig vannak bizonyos specifikációk ugyancsak, hogy az összes kondenzátor solid condis, amit annak idején a Gigabyte csinált nagyon sokat, és az MSI, de most ők is, lehet tuningolni, van hozzá soft, amit semmire se szoktunk használni, X-Fast 55-ös szabvány, USB-K, Fastboot, amit majd ki fogunk próbálni, mert SSD-vel lesz úgyis, oh my god, fan-fenesting tuning, tehát minden szíves szar tud ahhoz képest, hogy kis gyenge alaplap viszonylag. Itt megint csak a specifikációk, és itt így néz ki maga az alaplap. Na, hát bontsuk ki, akkor lássuk, hogy hogy néz ki valójában. Garancia papír nem hagyjuk itt. Tehát megvan a kis könyve. Telepítő CD, amit ugyancsak nem fogunk használni. A hátsó panel. Két USB 3-as SATA kábel. És meg az alaplap. Egy pillanat. Úgy. Kiveszem szépen a fóliából. Ez kétkezes mutatvány. És itt is van. Tehát így néz ki maga az alaplap. Szerintem nem egy rossz cucc. Látszik, hogy minden kondenzátor solid kondis. PCI Express slot, a másik, a kicsi mini PCI, USB portok, SATA portok, hát pont nem látszik se, hogy így, na így látszik. Két SATA 3, SATA 2, hát az alaplapról így startból ennyit. Hátsó panelen, állok minden fényt, hátsó panelen az audio, gigabit LAN, két USB 2, két USB 3, VGA, fent még két USB 2, illetve a PS2-es csatlakozók. Na, hát alaplapról akkor ennyit. Jöjjön a következő fontos dolog, a processzor. Ez ugyancsak nem lett egy nagyon erős cucc, mégpedig egy Intel Pentium Focusi már köcsög. G3240 lett, ez már Haswell, 1150-en ugyancsak, két magos, 3,1 GHz-en dolgozik, 3 meg a cache, L3-on, L2 nincsen, csak pár kilobájt, 512 talán, de lehet, hogy nem, már elfelejtettem. Hát olyan nagyon a doboz, tipikus Intel doboz, hátoldalán hogy kell kivontani a dobozt, meg stb. Baromságok. Itt van maga, hogy két mag, két RAID, Intel HD Graphic, Intel Smart Technology,
3 év garancia, stb. Hát más az alján is, mert sosem néztem, hogy itt is ír valami. De csomó zagyvaság. Na, a lényeg, hogy bontsuk ki. Itt van maga a processzor, ami intelesen nincs a helyén. Tehát itt van maga a processzor. Szar sem látszik belőle. Na most talán. Jó, mindegy. Tehát higgyétek el, hogy ugyanaz, ami a dobozban van. Itt van a cooler, ami normális Intel hűtő. Hát évek óta az Intel ugyanilyen szar hűtőt használ. Mondjuk szarnak éppen nem szar, de nem is jó. 4 pines csatlakozóval. Hát, ez is megy félre. Közben jött egy e-mailem. Ezeket is félretesszük, mert mindjárt úgy is összerakom. A csomagban még van egy könyvet, amiről ír minden baromságot. Ha minden igaz, itt van egy Intel logó. Ez le van ragasztva. Mondjuk végül is abszolút leszarom. Elméletileg kell még legyen valahol benne egy logó, amit le lehet ragasztani házra. Itt még további MCA fét reklámozzák, ami szerintem egy szar. Tehát más nincs a dobozban. Na. Menjünk tovább. Szőrös lába. Memória egy szerencsétlen Zeppelini 4 gigás 1033-an lesz. Bőven elég lesz ebbe a gépbe. Tudni kell róla, hogy ez nem feltétlenül az én gépem lesz, bár hétvégente én fogom használni. Ez a szüleimnek lesz összeállítva ez a gép. Nekik internetezése nagyon jó lesz. Hard disk nem kerül a gépbe, helyette egy 120-as Kingston SSD. Tudom, nem a leggyorsabb, nem a legjobb, de a célnak megfelel. YouTube-ozni, internetezni, keresgélni tökéletes. Tehát ez egy 120 gigás SSD, 450 megás olvasás-írási sebesség, ami nem annyi, de ennyit mondanak. De legalább a Team Dark Chase, mármint a... hogy mondjam. Tehát maga az SSD sebessége megvan annyi, hogy másolási sebessége az nem annyi, amennyit mondanak. Hát ezt most nem fogom kibontani, mert ilyet már mindenki látott szerintem. SV300 S32A per 120-as modell. Utána lehet nézni neten. Na, szóval ez. És akkor még ami van. Maga a ház. Amit leteszem a kamerát. Ez egy zsönöke, ugyancsak olcsó ház. De a célnak megfelel. Így néz ki, hát kb. Semmi nem látszik belőle. Két USB-vel, front panelen, hatalmas power gomb, reset gomb. Ez a power gomb, hogyha be van kapcsolva a gép, nagyon szépen kéken világít. Az oldalán semmi extra. Közben ott van Die Hard 4, kedvenc filmem. Hátoldalán, igen, van benne 450-es táp, ami valljuk be igazság szerint egy kínai szar, de ehhez a géphez bőven elég. Leveszem az oldalát a doboznak, megnézzük, hogy belülről nem, hogy néz ki. Addig a kamerát leteszem, nézzétek a csodálatos asztalt. Rengeteg gépet raktam már össze ilyen kárkászába. Nem a legjobb, de az árához képest nem rossz. Na szóval. Ott van maga a táp. Kábelek. USB. Audio. Hogy a front panelen mennyi működjenek. Az alaplapra reset, hard disk, ledek, power gomb, csatlakozó. Tápkábel. Csavarok egy zacsival, plusz van valahol difu is benne, igen, ott van. És meg a táp. Hát ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Egybe csináltam az egészet, mivel nem olyan különleges dolgok most, hogy érdemes legyen külön-külön vegyem őket. Egy videóba befér. Most összerakom a gépet.
Teszt nem lesz belőle, mivel szerintem felesleges, de ha mégis úgy gondoljátok, hogy mindenáron szeretnétek, akkor hétvégén menni fog. A másik gép itt van. Nagyon jól megy a 280X. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!